Szeptember 9-én este a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár emeletén gyűltek össze az alapítók, jelenlegi és egykori kurátorok, támogatók, valamint az alapítvány díjazottjai. Az este jó hangulatban telt, a közös emlékek, sportélmények oldottá tették a hangulatot. A köszöntőben Miskolci Ferenc, az alapítvány volt titkára, kiemelte a találkozás fontosságát, majd egy perces némacsenddel emlékeztek azokra a kitüntetettekre, akik már nem lehettek ott. Az évforduló, mint mérföldkő, alkalmat ad arra, hogy összegzést végezzünk az eddigi tevékenységből, mérlegeljük 2,5 évtized munkáját, számot adjunk az alapítóknak és a támogatóknak arról, hová jutottunk az alapítástól napjainkig, és ismételten köszönetünket fejezzük ki a szponzoroknak. Az évforduló arra is alkalmat ad, hogy találkozzunk. Találkozzanak az alapítók, a szponzorok, az alapítvány ügyes, fajos dolgait intéző régi és mai kurátorok, és azok, akik kiemelkedő sport tevékenységükkel vagy sportszervező munkájuk alapján méltóvá váltak az alapítvány kitüntetésére. Találkozzunk és beszélgessünk. Találkozzanak a régi barátok, sporttársak, ismerősök, és beszélgessünk a régmúlt időkről, kivel mi történt azóta, és a jelen és a jövő feladatairól és problémáiról is. Ennek kapcsán a kuratórium meghatározta, hogy meghívja mindazokat, akik alapítói, támogatói az alapítványnak, az évek során alapítványi kitüntetésben részesültek, vagy egyéb módon részt vettek az alapítvány működésében, valamint a helyi civil egyesületek képviselőit. Még mielőtt visszatekintenénk az elmúlt 25 év tevékenységére, kérem, hogy a nevek felsorolása után egy perces néma felállással emlékezzünk meg azokról, akiknek itt lenne a helyük, de sajnos már nincsenek közöttünk. Minden sorrendiség nélkül. Idős Horváth György, Nagy Ferenc, Bécs László, Domonics István, Kis Gergely Lajos, Römiser László, Harsány Imre, Habi Imre, Szekeres Endre, Solymosi István, Tóth László, Pap József, Idős Ács Imre, Schmidt Ferenc, Hajtó János, Guti Ferenc, Szénási Miklós. Sajnos a névsor egyre hosszabb. Kérem, szívesen felállni. Az alkalomra készült egy kis film is, ami röviden összefoglalta az eddigi alapítványi tevékenységeket. Idén 25 éves a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány. Megalakulásának oka a nehéz helyzetbe került PMTE támogatása volt. Később a versenysport mellett a diák és tömegsport felé is nyitottak. Első lépésként elkészítették a nagypályás füves labdarúgópályát, ami 2002-re nyerte el mai kinézetét.
2006-ban egy kétjátszóteres salakos teniszpálya kialakítására került sor a Szabadidő Centrumban, amely tovább bővítette a sportolási lehetőségeket Pétfürdőn. A pálya mellett található egy konténer, mely irodának és öltözőnek is kiváló. Alapítvány pályái nem csak a sportszerető pétieknek nyújtanak remek helyszín, rendszeresen zajlanak rajtuk különböző versenyek. Az alapítvány az önkormányzat támogatásával maga is szervez sporteseményeket. A legnevesebb a háromnapos amatőr tekekupa verseny, melyet idén már 17. alkalommal rendeztek meg. Óta a környékbeli általános iskolák számára foci bajnokságot is rendeznek nagy sikerrel, valamint az utóbbi években amatőröknek teniszbajnokságot is szerveznek. Pétfürdő sportjáért alapítvány díját 2002 óta minden év október 1-én adják át a településünk sportéletében kiemelkedő szerepet játszó sportolóknak, sportvezetőknek, valamint támogatóknak. Kitüntetik minden tanév végén a Horváth István Általános Iskola legjobb leány és fiú sportolóját. A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány meghatározó szereplője településünk sportéletének. Az elmúlt 25 évben sikerrel látta el vállalt feladatait.
Ifjú Transzky László, a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány jelenlegi elnöke beszédében áttekintette a 25 év munkásságát, kitérve minden fontos állomásra. Megpróbálom összefoglalni röviden az alapítvány elmúlt 25 évét, ha egyáltalán 25 évet össze lehet röviden összefoglalni. Úgyhogy ígérem, hogy hosszú leszek, ezért kérlek közben nyugodtan fogyasszanak. Nagyon sok embernek nem mondok az a újat, hogy a 90-es évek elejére nem csak a cég, a nitrogén, de azzal összefüggésben a Pétfürdő Egyetlen Sportegyesülete, a PTMTR is válsághelyzetét élte, és ebben a válságos helyzetben fogalmazódott meg néhányunkban az, hogy az akkor 68 éves egyesületet nem szabadna mégsem veszendőre hagyni. Egy párán összedugtuk a fejünket, és egy alapítványt hoztunk létre, az lett a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány, amely 1991-ben lett bejegyezve. Első tevékenység és legfőbb tevékenység a PTMTE rendbetétele volt. Az alapítványnak az alapítói, nem szabad kihagyni, egy jogi személy volt a Nitrogénművek ZRT Harsányi Imre képviseletében, Rétfalvi Ákos az akkor még létező PTMTE baráti kör képviseletében, Medve József, Csapó Gyula, Simon Ferenc, Idős Ács Imre, Transzky László az édesapám és én, ifjú Transzky László. Az alapítók által létrehozott kuratórium tagjai az elnök idősebbik Transzky László, Solymosi István, Schmidt Ferenc, Csapó Gyula és ifjú Transzky László voltak. 159 ezer forint volt az akkori alaptőke, melyel bejegyezték az alapítványt, de sikerült 1995 tájékára olyan eredményeket a támogatók segítségével elérni, hogy a PTMTE helyzete konszolidálódott. A PTMTE ingatlanja ugyebár két részből tevődik össze a sugárútnak a két oldalán. Kiderült egy érdekes helyzet, hogy az ingatlannyilvántartás szerint a PTMTE tulajdonában voltak a földterületek, minden rajta levő felépítmény azonban a nitrogén tulajdona volt, viszont sikerült megegyezni Harsányi úrral, és 480 ezer forint nettó összegért megvásárolta a PTMTE a felépítményeket, és így aztán teljes egészében a felépítmények és a földterület is a PTMTE tulajdonába került. A Harsányi úr mellett a másik szerződő fel a PTMTE tagjaként Transzky László és Medve József voltak. Szeretném megköszönni itt is, hogy ezen a nehéz időszakon az akkori támogatók átsegítették mind a PTMTE-t, mind az alapítványt. Itt fel kell sorolni mindenképpen Meitzinger Lajos, Litter Endre, Bécs László, Horváth György szerepét, valamint azokét a magánszemélyekét, akik az adójuk 1%-át ajánlották föl. Lehetőség nyílt arra is ezután, a PTMTE idézőjeles rendbetétele után, hogy az alapítvány tudjon szélesebb körben nyitni a tömegsport fele, és 1994-ben a kuratórium elérte Medve József úrnak a hathatós közreműködésével, hogy sikerült a nitrogénművektől egy 1,6 hektáros területet bérelni. Ma ezen a területen áll a füves labdarúgópálya, valamint a teniszpálya. Hát elkezdtük építetni a első lépésben a füves focipályát. Na most, ha a mostani focipálya mögötti erdős, bozótos területre néznek, na olyan volt a focipálya területe. Le kellett először is dózeroltatni, elhordatni a tőzeges talajt, majd fekete termőfölddel befüvesíteni,
Később ugyebár korlátot kellett köré készíteni, meg korlát az öntözés szolgálta, kerítést kellett építeni, labdafogó hálót. Mindebben nagy köszönet a nitrogén akkori dolgozóinak, a gépkezelőknek, a szállítóknak, élőkön Vékony Bálinttal és Márta Miklóssal. A vezérigazgató úr tudott erről a munkáról, de becsukta a szemét, tudta, hogy a termelés ettől még nem lesz rosszabb a nitrogénnél, de nagy nagy köszönet neki, mert ennélkül nem tudott volna megvalósulni a létesítmény. 96-ban az alapítvány jelentős anyagi támogatásával került sor a PTMT-je füves focipályájának utolsó nagy felújítására. Ez pedig abból állt, hogy le lett az a pálya is dózeroltatva, kiegyengetve, majd pedig újra füvesítve. Ebben a Velesz Lászlóféle elnökség járt jelen a PTMT részéről, valamint az egyik elnökségi rag, Tanghajtó János, aki a pálya körüli futópálya betonszegélyét tetette rendbe. 2006-ban, mivel még a teniszpálya nem volt, jött az az ötlet, hogy valamilyen sportáginak még helyszínt tudnánk biztosítani. Na most a teniszpályára esett a választás, a teniszpálya ugyebár egy úri sportnak nevezett, de ugyanakkor nem csak urak űzik, és megvalósítottuk, és azt mondom, hogy megérte. Megérte, sokan használják, bár időjárás függő, de van használata, van létjogosultsága, bármikor a PTMT sporttelefén levő szajnapi félből el lehet kérni a kulcsot, és jelképes összegért lehet használni a PTMT és a vidéki lakosoknak. Sőt, már egy bajnoki meccset is játszottak idén rajta a hancmanosok, amikor a saját pályájukat nem tudtak használni. Növekedtek a pályáink, növekedtek a létesítményeink. Ezeknek a fenntartásához, működtetéséhez újabb támogatókat kellett találnunk, és sikerült is találnunk. Legnagyobb támogatónk 98 óta, mikor önálló lett Pétfürdő önkormányzata, de ekkor lépett be a támogatók körébe Olyák Sándor, Ifjú Puskás Imre, a Bakonykar ZRT, a Pétkon Kft., az Opál ZRT, Wimmer Sándor és Neje, valamint a Zsákják Kft., az Alba Metál Alpin Kft., Merics Józseffel és Jölgyi Lászlóval, valamint Pap József, akik anyagi erejükkel fogva támogatták az Egyesületet, de volt olyan, akihez bármikor fordulhattunk segítségért, ő a nitrogénművek egyik dolgozója, aki nem anyagilag, de bármilyen munkával segített, ő pedig itt közöttünk és Huszár Péternek hívják. Köszönjük szépen neki is, és a többieknek is. Nem szabad kihagyni a felsorolásból, és nem is hagyom, az akkori vezérigazgató urat, dr. Bazsek Imrét, aki rendszeresen anyagilag támogat. Ja, Bazsek István, elnézést kérek. Aki nem csak rendszeresen minden évben anyagilag támogatta az önkormányzatot, hanem korrekt szerződést is kötöttünk vele a nitrogénnel. Az elkészült két pályánkat, a teniszpályát és a futballpályát azóta is folyamatosan működtetjük, és nagyon sok verseny, nagyon sok tömegsportrendezvény, vagy pedig hivatalos verseny, gondolok akár diák olimpiai rendezvényekre, bonyolódnak le a pályánkon. Amíg nem volt meg a PTMT-je műfüves pályája, addig a PTMT-je gyermekcsapatai itt edzettek rendszeresen, a nitrogénes napos sportversenyeit rendszeresen itt bonyolítjuk. És egy időben, amíg Várkodottán nem volt kispályás műfüves pálya, addig a kinti nyári városi, Várkodott a város kispályás bajnokság is itt bonyolódott.
2011-ben az önkormányzattal kötöttünk egy együttműködési megállapodást, mely kölcsönösen biztosít egymás számára jogokat és kötelezettségeket, mint minden szerződés. Mi átvállaljuk az önkormányzat egyes sportfeladatait, az önkormányzat pedig cserébe anyagilag támogatja a működésünket és azokat a sportrendezvényeket, amelyeket mi lebonyolítunk. A kuratórium összetétele 1991 óta változott. Kuratóriumi tagok jöttek, mentek. Az elnöki tisztségben 2011-ben történt egy jelentős változás, amikor az addigi és első elnök édesapám lemondott, és akkor vettem át a helyét én. Ezt te mondtad, nem én. Szó esett a kisfilmben, de azért elmondanám még egyszer, mert erre igazán büszkék vagyunk. A tekerversenyünkre, amit minden év, 17. éve minden év tavaszán megrendezünk a PTMT tekercsarnokában, ez egy kétfordulós verseny, és annyira népszerű, hogy idén eljutottunk odáig, hogy az első forduló háromnapos péntek-szombat-vasárnapi lebonyolítását egy héttel előre is kellett hozni, mert már akkor is voltak csapatok. Idén 7 megye 51 csapatának 204 versenyzője jött el. Számomra megkökkentő módon, de ez biztos csak én lepődök meg, és a tekés barátaim nem, mert olyan megyéből jöttek, hogy Szolnok megyéből eljöttek egy fél órás dobásra, és utána mentek vissza. Vagy Szegedről például, vagy Debrecenből. 2012 óta a környékbeli általános iskoláknak is rendezünk kispályás foci tornát, és megvannak a gyerekek, a szülők és az őket elkísérő nevelő tanárok is elégednek vele a rendezvényen. 2002 óta a település függetlenül válásának évfordulóján, október 1-én díjakat adunk át a pétfürdő sport életéért sokat tevő személyeknek, vagy pedig vállalatoknak. Eddig 38 fő vagy jogi személy kapott tőlünk kitüntetést, sokan most is itt ülnek közöttünk. Ezen kívül, mint a kisfilmben is elhangzott, díjazzuk a Horváth István Általános Iskola elmúlt tanévének legjobb lány és fiú sportolóját minden évben tanévzáráskor. És végezetül már csak annyi szerepem maradt, hogy meg szeretném megköszönni a 25 év munkáját az alapító tagoknak, korábbi elnökünknek, az időnként változó összetételű kuratórium tagjainak, ezt azért olvasom el, hogy kiadjak valaki, a mindenkori képviselőtestületeknek, természetesen a támogatóinknak, és nem utolsó sorban a közösségi ház vezetőjének, Angeli Katalinnak és munkatársainak, ahogy a mindenkori helybiztosítás mellett, hogy végigkövették kamerával a rendezvényeinket, és ezáltal is népszerűsítettek minket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ódor Kamilla, a Horváth István Általános Iskola 4. B-osztályos tanulója énekelt a következő percekben.
Majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este, amihez az ízletes vacsorát a Kolping iskola tanulói szolgáltatták.